PO-667-es küldetés. A honatyák fogalmaznak. Nos, a munkának vége. Eltartott egy darabig, amíg Karl Marxot rábeszéltük, hogy igluépítés helyett írja meg a kommunista kiáltványt. Igen, alaposan fenékbe rúgtad. Hé, a cél szentesíti az eszközt, haver. Nem mehetnék végre haza. Úgy fázom. Megmondtam, hogy hozz kabátot. Elfelejtettem. Gyerekek! Ez a gyomulás! Na végre, munka! Gyomulás! Igen. Menjünk. Hű, kölyök, te megfáztál. Jól vagyok. Oké, kezdheted, Saki! Benjamin Franklin, 1776, Philadelphia. Benjamin Franklin? Igen, a három legkedvesebb történelmi alakom egyike. Nem, öt van. Washington, Edison, Franklin, benne van a háromban. Milyen nagy dolgot vitt véghez? Amerika egyik nagyon nagy alakja. Író, tudós, diplomata. Ő fedezte fel a villámhárítót, meg a bifokális szemüveget. És a függetlenségi nyilatkozat egyik megfogalmazója volt. Hey, nem kell részletes életrajz. Jól van, indulhatunk. Jól vagyok. Minden tudottó, bedugult orfájó torok, 41 fokos láz. Jaj, nem! 41 fokos láza van. Én most megyek. Ne is álmodozz róla! Van húsleves, meg kétszer sült a konyhában, a kanalas orvosság az éjjeli szekrényen, és elég sok folyadékot így áll, amíg nem vagyunk itthon. De nekem mennem kell, mert mihez kezdtek nélkülem, srácok? Nyugi. Amíg nem ismertünk, addig is el voltunk valahogy. Majd én megoldom. Ben Franklin, merre vagy? Na hát, én azt hittem, Philadelphiában rengeteg ember lakik. Meg robot. Szahara, népesség nulla. Bocsi. Izomközeg, próbáld meg te irányítani az időátviteli rendszert, mert nem olyan könnyű. Mindegy, mostantól fogva én hozok döntéseket. Nézd, a függetlenségi nyilatkozatot valószínűleg ebben az épületben írták alá, a kongresszus épületében, hát ha Franklin is itt van. Ez az. Hagyd csak, majd én elintézem. Igaznak tartjuk az igazságokat. Ön milyen utána? Ön... Hát önelégültség. Nem. Vagy önvizsgálat? Nem vagy nagy segítség. Hello, fiúk! Itt az időcsapat! Te, Saki, melyik hosszú hajú Franklin? Hát nem tudom. Minden ember olyan egyforma. Tök mindegy. Az egyik biztosan ő. Oké. Bármelyik őtök is Franklin, most megtanuljátok a leckét. Tehát, figyeljetek oda a történelemre! Ha, megint a testílusodban piff-puffal intézted el őket! Kösz a bókot! M-
mi az ördög folyik itt? Szabki, a munkának vége! Úgy látom, még nincs vége. A számítógép szerint semmi sem változott, csak Benjamin Rushnak tört el a pofa csontja. Egy jó kis piff-puff! Elnézést, papi! Ó, elnézést! Na, ez meg ki? Beszélnünk kellene Ottóval. Tehát, figyeljetek oda a történelemre! Megverted John Adamset, Benjamin Rusht és Thomas Jeffersont. Igen, ügyes voltam. Puffy, lerajzolom neked Benjamin Franklint, tessék! Hé, hey, ez az a fickó, aki a múltkor elektromos sárkánnyal killódott. Többé ne verd meg őket, oké? Okay? Ne aggódj, Otto, Szaki 3000 mindent megold. Ez Benjamin Franklin nyomdája. Nyomás! A végére járunk! Puffy, nincs több piff-puff! Én parancsolok! Én parancsolok! Bla 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 bla! Üdv mindenkinek! Hello! Épp erre volt dolgunk, és gondoltuk, megnézzük, hogy megy a sorod. Jól vagy? Remekül! Átütő eredményeket értem el az elektromosság terén, bizony! Hé, ez különös, nem ismerlek? Nem, vagyis, tudod, nem én vagyok az, aki a múltkor elcsórta a sárkányt, ha erre gondolsz. Egyébként is a többi parókás fazonnal kéne lenned. Azt már nem, nincs több politika, különben is a kongresszus épületen nem felel meg az ízlésemnek. Ne bánts! Psst. Izom közek, nem emlékszel? Otto szerint elektromossággal kísérletezik, nem ő fedezi fel a villany körtét. Segíthetünk a felfedezésben. Tényleg? Ó, ez csodálatos. Hú, Franklin fedezte fel a villany körtét. Igen, de a számítógép szerint még mindig nem ért véget a küldetésünk. Mert nem Franklin fedezte fel a villanykörtét, hanem Thomas Edison. Fiúk, nyomdában dolgozott? Hát igen, egy nyomdában. Az elektromossággal kísérletezett? Igen. A függetlenségi nyilatkozattal nem foglalkozott? Nem, leszámolt a politikával. Ez a küldetés! A függetlenségi nyilatkozat megírása! Lehetőleg ne fedezze fel a villanykörtét. Mozgás! Hello, fiúk! Nézzétek, csak működik! Nem sokáig. Mit művelsz? Jól van, mehetünk. Az igazságot igaznak tartjuk, ön... Ön kiszolgáló? Nem. Vagy ön törvényű? Fogd be már, Adams! Ez egy őrült! Nyugi, fiú! Most nem bántok senkit! Jól van, papi! Majd segítek gondolkozni! Az igazságokat igaznak... Csak ennyit írtatok? Mert nem jutott eszünkbe tovább! Mi lenne, az igazságokat igaznak tartjuk... önmagukban? Igen. Nagyszerű ötlet. Nem, rosszul írtátok. Majd én segítek nektek. Lássuk csak. Reménytelen. Rosszul fogalmaztál! Tök fejek! Ajánlom, hogy fogalmazzátok meg! Önmagunkban igaznak tartjuk az igazságokat.
Tehát minden ember egyenlőnek van teremtve. Mindnyáját elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel a Teremtő. Amilyennek maga az élet, a szabadság és a boldogságra törekvés. Bravo! 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 Gyönyörű volt! Jól van. A küldetésnek vége. Fejezzétek be! Most pedig irány az ágykölyök.